fellélegezhetnek a Belgrád és Pristina viszonyát megfigyelők. Nem a koszovói helyhatósági választásokon fog megbukni a szerb-koszovói párbeszéd. Ivica Dačić szerb kormányfő szerint a 3 órás esti munkavacsora Brüsszelben az eddigi legsikeresebb volt, amióta egy asztalhoz ült a két fél. Ugyanakkor Dačić azt reméli, hogy Pristina betartja azt, amiben megállapodtak. Ne želim da večerašnji sastanak i današnji dobar rezultat pretvorimo to. Ja sam pobedio, mi smo pobedili, oni su pogrešili, šta je bilo, bilo je. Jer nemojmo sada, mi smo navikli tako da od jednog malog problema napravimo spektakularan i onda se od toga rešava, onda to traje mesecima rešavanje tog pitanja. Tako su bilo u stvari sva pitanja. A két politikus megegyezett abban, hogy a koszovói központi választási bizottságban szerepelni fognak szerbek is, illetve hogy a választói jegyzékbe még 12 ezer koszovói szerbet vesznek fel az észak-koszovói területekről. A találkozót Hašim Tači koszovói kormányfő is sikeresnek ítélte. Kutakimi szuksesz, Sumekli minisztrin Dačić, mi a pedemáté per spreszedot kémi szuksesz, te përbashkët edhe bashkimi evropian edhe Kosova, Serbia në implementimin e standardeve principeve evropiane në relacionet Kosovë-Serbi. Az újabb csúcs találkozóra azért volt szükség, mert Pristina állítólag megszerette volna akadályozni a szerb politikusok Koszovóra való beutazását a választások előtt és alatt. Catherine Ashton, az EU külpolitikai főképviselője emiatt hívta Brüsszelbe a két politikust.